A mai videóban Fráter György 16. századi magyar történelemben betöltött szerepéről, és a Szapolyai János által a fiára hagyott keleti országrész sorsáról fogtok tanulni. Ahogy emlékezhettek, 1540-ben meghalt Szapolyai János erdélyi vajda és koronázott magyar király, és pár hetes fiára János Zsigmondra hagyta az országát és a királyságot. Második János, azaz János Zsigmond helyett apja által kijelölt gyámja, Fráter György szerzetes irányította a kezükben maradt keleti területet, amelyben később kialakult az erdélyi fejedelemség. Fráter György egyébként egy horvát kis nemesi család sarja volt. Eredeti neve Juraj Utyesenovics. Fráter Bakúc Tamáshoz hasonlóan jó politikai érzékkel küzdötte fel magát a királyhoz közeli pozíciókba, sőt, ő maga is rövid időre Esztergomi érsek volt. 1541-ben, amikor Ferdinand Ostrom levette Budavárát, ahol szapjai János Zsigmond, az ő anyja, jagelló Izabella és a gyámja, fráter György is tartózkodott, a család Szulajmán szultán segítségét kérte a Habsburgakkal szemben. Szulajmán felmentette a várat, elismerte János Zsigmondot királynak, a Temesköz és a Tiszentúl irányítását is átadta neki, azonban Budát, nem adta vissza szapojainak sőt, hűbérésköd is fogadtatott vele. Fráter, amellett, hogy minél jobb pozíciót vívjon ki Erdélynek, leginkább abban volt érdekelt, hogy elérje a magyar kézen maradt országrészek egyesítését. És az 1541-es események után tudta, hogy ez csak a Habsburgok katonai fellépésével lehetséges. Fráter kettős politikát folytatott próbálta megtartani János Zsigmond hűbérurának, a török Szulajmán szultánnak a bizalmát, és ezért folyamatosan megküldte a feléjük fizetendő adót. De elközben titokban próbálta átjátszani a keleti országrészt Habsburg Ferdinádnak. Ez utóbbi történt 1541 végén, amikor Fráter György, a fiatal János Zsigmond nevében anyja Jagello Isabella és Habsburg Ferdinand megkötötték a gyalúi egyezményt. Az egyezmény értelmében megújították volna az 1538-as politikai okokból be nem tartott váradi egyezményt, melyben Szapolyai János után a korona Ferdinándra szállt volna. Izabella fia Szapolyai János Zsigmond nevében az új egyezményben lemondott volna a királyságról, feltéve, ha a Habsburgok elegendő nagyságú hadsereget szállnak az ország török alól való felmentésére és egyesítésére. Mindezért kikötötték, hogy a Habsburgoknak minél előbb vissza kell foglalniuk Budavárát a török irányítás alól. Azonban Ferdinand Buda elfoglalására tett kísérlete 1542-ben súlyos kudarc volt. Így az erdélyi rendek érvénytelennek mondták ki a egyezményt, és inkább vállalták a vazallusi pozíciót és az adófizetést a szultán felé. Az 1540-es években Fráter kemény kézzel kezdett bele az erdélyi államélet megszervezésébe. 42-től kezdve az erdélyi tordán tartott országgyűlések sorra hozták a közigazgatást, törvényhozást és bíráskodást megreformáló döntéseket, amelyekben Fráter fontos szerepet játszott. Fráter maga halmozta a tisztségeket. 1551-ig tartó életében helytartó, főkapitány, kincstartó, főbíró, Erdélyi Vajda, Váradi és Csanádi Püspök, Esztergomi érsek, és ezáltal bíboros is volt. Híres volt arról is, hogy politikai döntéseit mindenki előtt titokban tartotta. Így teljesen kiszámíthatatlanok voltak a lépései, amely miatt a szultánnal, Fer Ferdinánddal és Jagelló Izabella anyakirálynővel is konfliktusai voltak. Külpolitikájának egyik alapja az volt, hogy amíg a török ellen sikeres lázadásra esély nem mutatkozik, és a Habsburgok nem küldenek katonai segítséget ehhez, az erdélyek hűségéről rendszeresen biztosítania kell a szultánt, és lehetőleg időben befizetni a porta által kirótt adót. 1549-ben Ferdinand küldöttei és Frater György titkos találkozót tartottak Nyírbátorban, és megkötötték a titkos Nyírbátori Egyezményt, melyben Erdét és a Szent Koronát Ferdinándnak adta volna Fráter, aki cserébe vállalta volna egy nagyobb sereg küldését Erdély védelmére, valamint Ferdinánd ígéretet tette arra, hogy Jagelló Isabella és fia János Zsigmond két sziléziai, ma Lengyelországban található várost, Opolét és Ratibort kapja meg kárpótlásként. Ennek értelmében 1550-ben meg is kezdte Fráter a Tiszentúr és Erdély átadását Ferdinándnak. A titkos tervéről a szultán is értesült, magától Jagelló Isabella királynétől, akit Fráter jó szokásához híven nem értesített a titkos szerződésre, hanem jó diplomáciai érzékkel Fráter mind a törököket, mind Izabellát leszerelte. 1551 közepén megérkezett a Habsburg sereg Giambattista Castaldóval az élén. Isabella és János Zsigmond Lengyelországban menekültek, a koronát és a koronázási jelvényeket Castaldónak adták. Az egyes források szerint hat, mások szerint tízezer fős Habsburg sereg, egy itáliai történés szerint követségnek túl sok, hadseregnek pedig kevés volt. Emiatt Fráternek kétségei támadtak arról, hogy Ferdinand tényleg meg tudja védeni Erdélyt. Erdély Ferdinand hatalma alá került ugyan, de Fráter jogosan érezhette úgy, hogy folytatnia kell a kettős politikáját, és továbbra is hűségéről biztosította a szultánt. 1551 végén azonban a Habsburgak számára megbízhatatlan Frátert, Castaldo valószínűleg Ferdinand parancsára megölette a katonáival. Már 1552-ben az erdi rendek számára egyértelművé vált, hogy Ferdinand nem képes a keleti országrész védelmére, hiszen 1551-52-ben a törökök folyamatosan foglaltak el a várakat a temes közben. Ekkor kerültek török kézre többek között Csanád, Lippa, Temesvár, Arad és Solymos is. Így 1556-ban az erdélyi rendek kezdeményezték Jagelló Izabella és Szapolyai János Zsigmond visszahívását a trónra. Ferdinand 1556 nyarán a szultánnak írott levelében le is mondott erdéről, és átadta azt Izabellának és János Zsigmondnak.